A Honvédelmi Minisztérium és a Nemzeti Örökség Intézete közötti együttműködési megállapodás eredményeként 140 köznevelési intézmény is részt vesz a Nemzeti Örökség Intézete által tavaly elindított Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Programban. Az együttműködés értelmében a diákok hét honvédelmi tematikájú nemzeti és történelmi emlékhelyet látogathatnak meg kedvezményesen, és ismerhetik meg a történetüket. Ez ma esti első beszélgetésünk témája. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szervusz Csajv, üdvözlöm a kedves nézőket, és mai első vendégünket is köszöntöm a stúdióban, Móczer Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját. Jó estét! Kezdjük, Az intézet ugye tavaly indította el ezt a bizonyos nemzeti emlékezet pedagógiai programot. Milyen céllal indult akkor ez a program? Készítettünk 2021-ben egy kutatást, hogy mi a fiatal korosztálynak a kapcsolata a magyar történelemmel, az emlékezettel, a nemzeti identitással. Sokan kutakodnak, hogy hogyan lehet megtalálni a jó hidat, a jó kapcsot a múlt és a jövő között. És olyan eredményeket kaptunk egy reprezentatív kutatáson, hogy a tizenéves korosztályban van egy nagyon erős érdeklődés, amire érdemes alapozni. És elkezdtük kidolgozni ezt a Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program névre a hallgató módszertani kezdeményezésünket, amelyben az országban egyébként európai szinten egyedülálló módon törvényel hitelesített nemzeti és történelmi emlékhely hálózatra, azok közül is a 83 helyszínből körülbelül 51-2-re, ahol van elegendő látogató fogadó infrastruktúra és múzeumpedagógiai kapacitás és tapasztalat, hogy erre a hálózatra ráépítsük a közoktatásnak a történelem szemlélet, nemzeti identitás erősítés, magyarság tudat megszilárdítás céljából az iskolából kimozdítható oktatási részegységét. És öt helyszínt kerestünk meg, akik vállalták azt, hogy ebben a tesztprogramban részt, vennek, és két, részt vesznek, és 200 iskola önkéntesen a diákjait és tanárjait elküldte, és annyira jó volt a fogadtatás, Mohácson, Komáromban, Budapesten a Kossuth téren, és ők még az országházba is bemehettek, a Gödölői Királyi Kastélyban, illetve Esztergomban a, a Várhegyen és a, a, Bazilikában, hogy nekiálltunk egy országos programot kidolgozni. Ez nem sokára a kormány elé kerül, és a célja az az hogy az összes 12 és 18 év közötti általános iskolás felsőtagozatos vagy középiskolás diák, akár az állami iskola rendszerben, akár az egyházi fenntartású iskolákban, akár a szakképzésben legalább egyszer a tanulmányai során lehetőséget kapjon arra, hogy a helyszínen jó iskolai előkészítés után diákcsoport munkával, kreatív foglalkozásokon ilyen élményeket szerezzen, és ennek vagyunk most egy újabb operatív a Igen, ugye együttműködési megelepotást kötöttek a Honvédelmi Minisztériummal, ennek mi a lényege? Van a magyar történelmi helyszínek között, ugye mi egy harcos nép vagyunk, és a honvédelemhez kapcsolódik számos igazi emblematikus történelmi helyszínünk, és mi megkerestük azokat, amelyek kifejezetten a honvédő háborúkhoz és nagy harcokhoz, csatákhoz kapcsolódnak, ezek a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, a Szigetvári Vár, a Siklósi Vár, a Pákozdi Katonai Emlékpark, a Komáromi Erődrendszer, a Monostori Erőddel, az Egri Vár és a Gyulai Vár, és ezekre kidolgoztunk egy szakmai partnerünkkel, a Történelmoktatók Szakmai Egyesületével egy olyan módszertani füzetet mindegyik helyszínre ráíresztve a saját jellemzői alapján, ahol ezt a fajta hazafias Lelkületet és honvédelmi ismereteket is megerősítő módon tudják a gyerekek megtanulni azt, hogy a történelemben az elődeink és a nagyjaink hogyan viszonyultak a haza szeretetéhez és a haza védelméhez. És felajánlottuk ezt a rendszert a Honvédelmi Minisztériumnak, akik mivel idén szeptemberben indult el a Honvédelmi Nevelésnek egy új vonala az iskolákban, nagyon jól tudtak ehhez kapcsolódni, és most első lépésben, a Kadét programban résztvevő iskolák körülbelül 1400 diákja, hogyha jól emlékszem. Ők fognak elmenni erre a hét helyszínre. Úgyhogy mindezt a Honvédelmi Minisztérium finanszírozza, és ők is így azokká az első fecskékké válnak, mint az az kb. 5000 diák, aki tavaly ezen a tesztprogramon részt vett. Igen, de hogyha jól értettem, akkor az a cél, hogy az országban minden iskola, minden diák eljusson legalább egy ilyen történelmi emlékhelyre. Milyen hatást remélnek? ettől? ugye sokkal izgalmasabb szerintem, vagy legalábbis bennem is mindig jobban megmaradtak azok az ismeretek, amikor kézzelfoghatóan ott voltam azon a helyszínen, ahol történtek az események, és mondjuk ott beszéltünk erről, nem pedig egy tanteremben. Igen, nagyon régóta folyik a diskurzus arról, hogy hogyan lehet az oktatást színesíteni, az új technológiák bevonása mellett, hogyan lehet az iskolából kivinni az oktatást. És ez egy nagyon ideális jó kapcsolódás. Ugye, amikor kim vagyunk ezeken a helyszíneken, ahol be bele tudunk bújni a történelmi személyiségek, a történelmi hősök bőrébe, amikor meg tudjuk érinteni a köveket, amikor el tudunk játszani valamit, tényleg azt a fajta szerepet venni föl, azokat a kritikus élethelyzeteket megtapasztalva a játékok, akár drámapedagógia, akár nyomkeresés, akár keresztrejtvénykészítés, akár bármilyen más olyan feladat, ami tipikusan nem iskolai feladat, akkor egy olyan élmény keletkezik bennünk, ami hasonlóan a sportban használt tartós alkalmazkodás kifejezéshez egy ilyen maradandó élményszerű lenyomatot ö, ö, állít elő bennünk, és a tapasztalatok szerint ezek a lenyomatok, ezek olyan mélyen megmaradnak, hogy az emberben fölébred a történelmi kíváncsiság szívesen elmegyek ilyen hely helyekre később, elviszem a barátaimat, megosztom ezt a közösségi médiában a barátaimmal, illetve azért a 12-18 éves korosztálytól a családalapítás, bízunk benne nincsen olyan nagyon messze, szülőként, apaként, anyaként a saját gyerekeimet is szívesen fogom oda elvinni, és érzek majd késztetést, hogy át tudjam ezt nekik adni. És ugye itt egy dolog a történelemről való tudás az, hogy ismerem a magyar történelmet, azokat a helyszíneket, fontos személyeket, akik az én Országom történelmét alakították, de hogy a nemzeti identitás az a szeretet is erősödhet ezálta. Igen. A történelmi múlt ismeretéről nem véletlenül beszélünk nagyon sokat, főleg ebben az identitás válságban, ami Európát sújtja, ami alapvetően amiatt alakult ki, mert egyszerűen elfelejtettük azt, hogy mi az, ami Európát nagyját tette a Nemzetállamok Nemzetvédő Szövetsége. Ugye bár a 19. században alakultak ki a nemzetállamok, nagyon sok helyen Magyarországon a nemzetállam egy ezer éves fogalom. És ehhez kapcsolódva, illetve a keresztény alapokhoz, a máig jel köztünk jelenlévő keresztény kultúra igazi megtartó erős szövetét, hálóját, hogyha alapul veszük, akkor ezek megszilárdítják bennünk azokat a, azokat a a boldog érzéseket, ami egy erős identitáshoz kapcsolódik. Tehát én akkor tudok bárkivel is vitatkozni, akkor tudok bárkit meggyőzni, akkor tudok valakivel türelmes párbeszédbe elegyezni, akár egy ideológiai vitáról is van szó, hogyha az én alapjaim szilárdak, és a szilárd alaphoz pedig tudás kell. És a múlt ismerete, az egy olyan tudást ad, ami az én saját jelenbeli személyiségemet is megszilárdítja. Mert hogy tudom, hogy mindazok, akikből én lettem, ahonnan én jövök, azok mit vallottak, hogy gondoltak, hogy gondoltak, hogy gondolkoztak, és miért harcoltak. Mert hogy ahol mi most élünk, az egy megharcolt terület, és éppen ezért számunkra, magyaroknak, ez talán még sokkal értékesebb is, összehasonlításban sok más néppel. Főigazgató, nagyon köszönjük, hogy itt volt, és hát reméljük, hogy minél előbb elindulhat ez az országos program is. Nagyon köszönöm én